Az ezen webinárium meghívójából kiderülhetett, hogy a két előadó közül majd én leszek a második. Én Szalai Sándor vagyok, aki ismer, annak is jó estét kívánok, aki nem ismer, annak is. És csak egyetlen feladatom maradt, hogy első előadónknak megadjam a szót. Szabados Tíme a következik az előadásával. Kérlek, Tími! Köszönöm szépen, Sándor, a szót, és én is szeretettel köszöntöm a mai webinárium minden kedves résztvevőjét, látok ismerős arcokat a chatfalon, már most jelzem, hogy az előadással kapcsolatban, ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor közben írja meg, és a végén ki fogunk térni természetesen ezekre, és igyekszünk minden kérdést megválaszolni. És egyúttal szeretettel köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy a mai alkalommal itt lehetünk Sándorral. Mint tudjátok, én magam is több éven keresztül szervező csapattagja voltam. Úgyhogy azon ezért is bíztatok mindenkit arra, hogy regisztráljon, hogy klasszikust idézzek, kerüljön fel a digitális témahét térképére, és nagyon bízom abban, hogy talán a mai előadásunk, Sándori és az enyém is, talán valami fajta ihletet, inspirációt, vagy egyszerűen szakmai támogatást fog nyújtani minden résztvevőnek. Tehát amiről ma szó lesz, a DPMK, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ horizontális tudás megosztó felületének jó gyakorlatai, vagyis a honlapunkat bővítettük egy olyan tudásbázissal, amely a digitális kompetencia fejlesztésére fókuszál, hiszen legyen szó jelenléti vegyes munkarendű, vagy most ugye újra digitális munkarendű oktatásról, a digitális kompetencia fejlesztése és a technológia szerepének folyamatos erősítése alapvető fontosságú, azt gondolom, a 21. századi tanítás-tanulás folyamatában. Tehát mindig fontos hangsúlyozni azt, hogy nem csak a mostani kényszerű helyzetben, hanem a hétköznapokban, ha majd visszatér az élet a normális mederbe, akkor is nagyon fontos, hogy a digitális kompetencia fejlesztésére törekedjünk, de azt gondolom, hogy aki jelen van ezeken az alkalmakon, ezeken a webináriumokon, azok pontosan tudják ezt, és felismerték ennek a fontosságát. Tehát ahhoz, hogy ugye egy pedagógus hatékonyan tudja segíteni, fejleszteni a diákjainak a digitális kompetenciáját, nem csak magának kell jártasságot szerezni az alkalmazások, a technológia alkalmazásában, nem csak a saját kompetenciáit kell fejleszteni, hanem azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy megismerje azokat a platformokat, amelyekre minőségi forrásként tekinthet, amikor tartalmat, digitális tartalmat, tananyagtartalmat, módszertani ötletet, bármifajta tartalmat keres. Úgyhogy most a mai előadásom egy ilyen felületet fogunk bemutatni, ez pedig ugye a DPMK-nak a tudásbázis.dpmk.hu oldalon elérhető felülete. Ugye a DPMK-nak kiemelt feladata amúgy is a digitális jó gyakorlatok terjesztése, és ezen a felületen több száz tartalmat tettünk közzé. Érdemes rendszeresen ide ellátogatni, mert folyamatosan bővül a tartalom, folyamatosan töltik fel a kollégák az újabbnál újabb tartalmakat. És ami nagyon fontos, hogy ezeket, amikor megterveztük ezt a tudásbázist, akkor arra törekedtünk, hogy nagyon könnyű legyen az eligazodás, a keresés ezen a felületen, ezért a felületbe integrált kereső funkciók, címkerendszer, vagy valamint az egyes tartalmaknak az értékelési lehetősége is segíti, hogy mindenki a saját pedagógiai céljainak legmegfelelőbb tartalmakat találja meg. Tehát ahogy itt látják az ábrán a szűrési paramétereket, ha ellátogatnak erre az oldalra, vagy ellátogattok, ugye kollégák vagyunk, úgyhogy kinek mi a komfortosabb, a tegeződő vagy a magázódó formula, tehát a felületen, ha valaki keres, akkor rákereshet anyagtípusra, erről majd bővebben lesz szó a következő dián, rákereshet a célcsoportra, tehát hogy milyen korú gyerekeket, diákokat tanít, természetesen a tantárgyra, illetve a tanulási területre, és van még egy érdekes keresési paraméter, az innovatív módszertan, de erről is lesz majd részletesebben szó.
nézzük, hogy milyen típusai találhatók meg a felületen a különböző pedagógiai tartalmaknak. Ugye ezen az ábrán látjuk, hogy 9 kategóriába soroltuk ezeket a tartalmakat. Ugye az első sorban a 3 csoport a pedagógiai tervek típusait tartalmazza, újra foglalkozás tervek, tematikus tervek, tehát foglalkozások sorozata, illetve projekt tervek találhatók. A mai előadáson elsősorban ezekre fogunk fókuszálni, úgyhogy majd ezekre részletesen kitérek. Aztán a középső sorban előadás, oktatóvideó és eszközbemutatás szerepel. Ez mind a 3 videós tartalmat jelent. A többségükben, ugye a nagy sikerrel az elmúlt években egy olyan kincses tárgy gyűlt össze már a webináriumi előadásokból, amelyeket a digitális témahét keretében tartottunk, hogy bőven volt mit ide is feltölteni, és ezeket csoportosítottuk. Ugye az eszközbemutatásnak már a neve is mutatja, hogy ezek elsősorban egy-egy alkalmazás, applikáció bemutatására, vagy éppen valamilyen technológiai eszköz bemutatására fókuszál. Aztán az oktató videók között én felhívom minden a projekt pedagógia iránt érdeklődő pedagógus figyelmét, például arra a 10 Vásárhelyi Virág kolléganőm által készített sorozatra, amely a projekt pedagógia lépéseit, a projekt készítés lépéseit mutatja be, de számos más témában is vannak itt még ilyen tartalmak. Illetve az előadásokon is egyrészt a webináriumokból válogattunk, illetve hát a DPMK életéhez kapcsolódó egyéb rendezvényekről, konferenciákról találhatók itt előadások. A harmadik sorban pedig alul ugye a jó gyakorlat, módszertani ötlet és komplex módszertani csomag szerepel. A módszertani ötletekről Sándor fog részletesebben beszélni. Én csak annyit villantanék itt föl, hogy pont múlt héten volt alkalmam látni Főző Attilának a 7-7 online projekt ötlet című előadását, ahol a kis projekt ötleteket villantott föl, és ugye azt mondta, hogy ebből lesz majd egy ötlettár, aminek nagyon örültem, tavaly is készült egyébként egy ilyen, amivel igyekeztünk segíteni azokat is, akiknek esetleg még nincs ihlete, még nincsen témája, de nagyon szeretne projektet megvalósítani, illetve pályázni is a digitális témahéten. Hát ilyen tartalmakat is találhatunk a felületen, de másokat is, erről fog Sándor beszélni. Aztán a jó gyakorlatok, ezek tulajdonképpen nem a saját tartalmaink, ezek korábbi különböző hazai projektek keretében különböző gyűjtőportálokon publikált tartalmak, és mi ezeket ezek közül szemezgettünk, ezeket kutattuk föl, és a legjobbnak ítélt tartalmakhoz készítettünk kvázi adatlapot, vagy névjegyet, tehát itt ezeken a névjegyeken összegeztük mindazokat az legfontosabb információkat, amelyek az adott oldalon kinyerhetők voltak ezekről a jó gyakorlatokról, tehát itt is vannak projekttervek, óravázlatok, stb. Stb. És ezeket röviden összegeztük, tehát bemutatjuk ezen a böngésző pedagógusoknak, hogy milyen célcsoport, milyen tantárgy, milyen kompetenciát fejleszt az adott jó gyakorlat, milyen eszközigénye van, és természetesen mellékeltük az adott jó gyakorlat elérhetőségének a linkjét. Tehát ezek ugye nem a DPMK oldalán elérhető tartalmak, csak az adatlapok, de ha valaki kedvet kap ezen névjegyek alapján, akkor egy egyszerű kattintással átnavigálhat a jó gyakorlatot tartalmazó gyűjtőportálra. És végül, de nem utolsó sorban, a komplex módszertani csomag szerepel itt a sorban, ugye az első sorban a harmadik, ami tulajdonképpen a digitális környezet a köznevelésben egy FOP, illetve egy VECOP pályázat módszertani csomagjait tartalmazza. Ez összesen 31 darab csomagot jelent, és ahogy a neve is mutatja, ezek komplex tartalmak, és szinte minden tanulási területet lefednek. Tehát aki természettudományos tantárgyat tanít, vagy aki éppen magyar nyelv és irodalmat, vagy nyelvet, sőt egészségnevelést, testnevelést, mindenki találhat olyan tartalmat,
amit hasznosítani tud a saját pedagógiai gyakorlatában. És még egy fontos jellemzőjét szeretném kiegészíteni, kiemelni ezeknek a csomagoknak. Azért is komplex a nevük, mert számos támogató szolgáltatást tartalmaz, tehát ismerteti a kapcsolódó pedagógus továbbképzési lehetőségeket, illetve bemutatják azokat a nemzetközi és hazai tapasztalatokat, amelyek segítik a sikeres adaptálást. De most térjünk át a pedagógiai tervek, tehát az első sorban található három csoport bemutatására. Ahogy itt látható, hogy gyorsan összeadjuk, akkor összesen 76 pedagógiai tervet találhatunk az oldalon, de mint mondtam, ezek folyamatosan bővülnek, tehát egyre szélesebb kínálatot fognak találni az itt kereső pedagógusok. Ugye, hogy miért ezekre fókuszálunk a mai előadáson? Hát egyrészt azért, mert ezek a legfrissebb tartalmak, és ezekre jellemző, hogy más csatornákon még nem tettük közzé őket. Másfelől, hát praktikusan ezek a tervek a legkönnyebben adaptálhatók a pedagógusok számára. És mert egy kicsit cáfolom is magam, mert azt mondtam, hogy másút nem publikált tartalmak, ez így csak részben igaz, ugyanis a gyűjtés két forrásból valósult meg, ugyanhogy a jobb oldalon látjuk, a digitális témahét oldalon már publikált projekt tervek közül szemezgettünk. Vásárhelyi Virág kolléganőm volt az, aki hát kicsit aktualizálta, frissítette, nagyon alaposan átnézte, revitalizálta úgymond ezeket a tartalmakat, és ami nagyon fontos, hogy ezekhez például adaptációs ajánlók is készültek. Ezek konkrétan azt jelentik, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani akár a digitális munkarendben, ugye ez tavaly tavasszal történt ez a frissítés, tehát tulajdonképpen ők is részben új tartalmak, de egyébként a digitális témahét oldalon is elérhetők. Ez 12 darab projektcsomag, majd ezeket is bemutatom részletesebben. A másik forrás pedig a DPMK pedagógus pályázata volt, ahol egy meghirdetett pedagógus pályázat keretében 64 darabnak a publikálását javasolta a szakmai zsűri. Ezek között van óra, foglalkozásterv, tematikus terv és projektterv is. Nézzük először a 12 digitális témahét projektcsomagot, mert van néhány olyan különleges jellemzőjük, tulajdonságuk, erényük, amelyeket nagyon szeretnék a résztvevők figyelmébe ajánlani, illetve hát a digitális témahéthez kapcsolódóan, ugye mivel projektekkel lehet pályázni, projektekkel lehet részt venni, nyilván ezek a tartalmak tartanak talán a legnagyobb érdeklődésre számot. Próbáltam összeszedni itt 6 fontos jellemzőt. Ugye egyrészt ezek csomagok, vagyis a projekttervek mellett számos letölthető mellékletet, segédanyagot tartalmaznak. Aktuális, ugye ahogy mondtam, 2020 tavaszán frissítettük ezeket, és több kiegészült adaptációs ajánlóval megnéztük, hogy milyen applikációkat használnak, ha esetleg valami már mondjuk a technológia gyors fejlődése okán akár már nem létezik, akkor ezekre is tettünk új ajánlásokat. Moduláris. Ez is nagyon fontos jellemző, hiszen a projektek kisebb egységei önállóan is megvalósíthatók, és ehhez a szerzők ajánlásokat is tettek. Tehát ha van egy 36 órás projekt, de valaki csak 10-12 óra időt tud erre szánni, akkor kisebb egységei is abszolút egy komplex kerek egészet alkotnak. Fontos az értékelés, mint kulcsszó, azért is emeltem ki, mert ezek a tervek olyan komplex értékelési eszközrendszert alkalmaznak, amely egyaránt irányul a tanulási folyamatra, a produktumra, illetve a projektet záró bemutatóra, és fontos, és mindenképpen szeretném kiemelni, hogy a formatív értékelés eszközeinek a túlsúlya jellemzi itt az értékelést. Differenciálás, ez is egy nagyon fontos jellemző, ugyanis mindegyik projekter instrukciókkal támogatja az adaptáló pedagógusokat a differenciál tanulás szervezésében. Tehát itt például, hogyha eseni tanulók
és tartoznak a pedagógus csoportjába, akkor ez külön kitér minden egyes terv ajánlások formájában, hogy hogyan lehet az ő tanulásokat is segíteni. És végül bevált jó gyakorlatokról van szó, vagyis garantálhatjuk, hogy ezek a projektek megvalósultak, kipróbáltak, eredményesen használhatók, tehát bevált jó gyakorlatok. Lássuk tehát összességében ezt a 76 darab pedagógiai tervet, amelyek között, mint mondottam, vannak óratervek, foglalkozástervek, tematikus tervek és projekttervek egyaránt. Négy fontos jellemzőt emeltem ki, de összességében elmondható, hogy miként a digitális témahét projektcsomagjai, a pedagógus pályázat nyertes tervei is komplex tartalmak, rengeteg letölthető segédanyaggal, sajátfejlesztésű digitális feladattal, teszttel, űrlappal, tutoriál videóval, online prezentációval segítik a pedagógusok munkáját. Tehát az alábbiakban most négy fontos sajátosságot szeretnék kiemelni. Az egyik a széles választék. Ugye a 76 darab pedagógiai terv az óvodától az érettségig minden korcsoportban tanító pedagógus számára kínál adaptálható mintát, ötletet. A digitális tananyagtartalommal ellátott óra foglalkozás tervek, vagy tematikus tervek, projekttervek, ugye emellett minden szinte minden közismereti tárgyat lefednek. Hát a projekttervek ugye eleve a multidisziplináris jellegük folytán bármilyen szakos pedagógus számára haszonnal forgathatók, de törekedtünk arra, hogy mindenféle tantárgyban találjon kedvére tartalmat a felületen böngésző pedagógus. Minőségbiztosítás. Nagyon fontos, hogy egyrészt ugye ezeket a tartalmakat innovatív gyakorló pedagógusok fejlesztették, sok éves szakmai tapasztalattal a hátuk mögött, és az ő módszertani tudásuk garancia arra, hogy az ő kipróbált tervüket más is hasznosíthatja, tudja eredményesen. Emellett a minőségbiztosítást szolgálta az is, hogy a pályázat nem zárult le azzal, hogy nyertesnek hirdettünk pedagógusokat és terveket, hanem a publikálás előtt egy hosszú-hosszú lektorálási folyamat kezdődött. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a DPMK munkatársai módszertani ajánlásokat tettek a szerzőknek, és egy közös, nagyon gyümölcsöző munkával hát még tovább csiszolták a publikálás előtt ezeket a terveket, és végül még egy nyelvi lektoráláson is átestek, hogy minél színvonalasabb anyagokat tehessünk közzé. És a minőségbiztosítást szolgálja tovább az értékelési lehetőség, vagyis a publikált tartalmakat csillagozni lehet, tehát aki valaki átvesz, kipróbál egy gyakorlatot, akkor ott jelezheti a felületen, a többiek számára, hogy mennyire volt eredményes az adott terv. Változatos módszertan jellemzi ezeket a terveket, és a tevékenységformákra is igaz ez. Ugye eleve a pályázatban az volt a kritérium, hogy nyilván nem a frontális módszertan, frontális eszközöket használjanak a pályázók, hanem tevékenységközpontú, a diákok tevékenységeit fókuszba helyező tervek szülessenek. És ez igaz is mindegyikre. És itt emelem ki, hogy az is segítség a szűrés-böngészés közben, hogy ikonok és címkék jelölik a NAD-ban megfogalmazott kompetencia területeket, tehát ez is segíti a keresést, illetve az eligazodást, tehát igyekeztünk minél jobban megkönnyíteni a pedagógusok számára ezt. Adaptálási lehetőség, ez is egy fontos jellemző és szándék volt nyilván. Az adaptálás segíti egyrészt azt, hogy nem csak PDF formátumban tettük közzé ezeket a terveket, hanem Word formátumban is, tehát aki letölti, az kedvére átdolgozhatja a saját céljainak, tanulócsoportja igényeinek megfelelően az adott tartalmakat, tehát ezek abszolút szerkeszthetők. És emellett a már említett adaptációs ajánlók, ez nem mindegyikhez készült, de számos szerző készített ajánlást, hogy hogyan lehet a digitális munkaeredben is megvalósítani ezeket a terveket.
De természetesen nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem csak digitális munkarendben hasznos tartalmak ezek, hanem az volt a célunk, hogy miután a digitális kompetencia fejlesztés egy alapvető cél, alapvető fontosságú dolog, hogy ezek a normál, úgymond, munkarendben is hasznos tartalmak legyenek. Most nézzünk meg egy konkrét példát arra, hogy hogyan is kereshetünk. Itt elindítom most ezt a képernyőfelvételt, és ugye itt látjuk a szűrési paramétereket. Én itt most kiválasztottam a tematikus tervet. Igaz, hogy itt most a projekttervek vannak a fókuszban, de meg fogják látni a kedves résztvevők, hogy bizony ez is ez a konkrét terv, amit bemutatnék, ez is tartalmaz olyan projektelemeket, ugye Shakespeare Hamletjének feldolgozása ez, amely hát egy Gergely Katalin munkája egyébként, aki a projekt pedagógiában nagyon jártas. Ugye itt látjuk rögtön a csillagozási lehetőséget, a tanulási területeket, ezeket a bizonyos címkéket, amelyek a kompetencia területeket jelölik, de címkék vannak szöveges formában is, tehát azt látjuk, hogy az animáció, a mém és az infografika kulcsszóként kapcsolódik, metaadatként ehhez a tervhez. Itt látjuk, hogy hogy épül fel a struktúrája, a szerkezete ennek a tartalomnak. Ugye van egy részletes ismertető, ahol a szerző bemutatja, ajánlja az ő tervét, és ahogy látjuk, egy nagyon-nagyon részletes leírásban ismerteti ugye a cél- és feladatrendszert, aztán a helyét az éves fejlesztési tervben, és nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy az ellenőrzés értékelés tervei is nagyon kidolgozottak, részletesek legyenek. Ugye itt látjuk, hogy milyen produktumokból válogathatnak a diákok, ezért is mondtam, hogy ez a terv számos projektelemet tartalmaz, és nagyon részletes ajánlást tesz Gergely Katalin, a szerző arra is, hogy milyen pontozással, értékelési rendszerrel, módszerekkel segíthetjük, tehetjük eredményesebbé a tanulást. Aztán tartalmazza természetesen az eszközigény, mind a hardware, mind az alkalmazásokat, tehát itt abszolút belinkelt formában nagyon könnyedén egy kattintással ellátogathat mindenki az adott applikáció oldalára, és hát természetesen tartalmaz irodalmat, illetve nyomtatott forrásokat és eszközöket is. Itt a jobb oldalon alul vannak a letölthető mellékletek, tehát maga a tematikus terv, és itt az adaptációs ajánló, a digitális adaptációs ajánló, tehát itt látjuk, hogy ez hogy valósítható meg digitális munkarendben, ugye például ez egy 8 online kontaktórát és 4 otthoni foglalkozást igényel, és ugye részletes, tehát útmutatót ad a szerző ahhoz, hogy ezt hogy lehet otthonról is megvalósítani, akár a pandémia időszakában is. És végül minden érdeklődőnek, aki szeretné egy kicsit részletesebben olvasni akár arról, hogy hogy épül fel a DPMK digitális módszertani központnak ez a tudásmegosztó felülete, vagy más tartalmakról is, annak szíves figyelmébe ajánlom az EMMI megbízásából és készült, és nemrég megjelent digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye című kiadvány, aminek egyébként közreműködője volt még az ELKRÉTA és az Oktatási Hivatal is, és ez januárban jelent meg, PDF lapozható változatban a dpmk.hu oldalon töltheti le bárki, és ez 17 fejezetben ad ajánlásokat mindenre kitérően, ami a digitális pedagógia kapcsán megszívelendő, vagy segítség lehet, és természetesen a járványtól függetlenül is haszonnal forgatható ez a gyűjtemény, és ennek az egyik fejezete nem csak a DPMK tudásmegosztó felületét, hanem számos más hasznos oktatási gyűjtőportált is bemutat, úgyhogy ezt mindenkinek szívesen ajánlom a figyelmébe, és én tulajdonképpen ennyit szerettem volna most elmondani, úgyhogy megköszönöm a figyelmet, de nem búcsúzom, úgyhogy visszaadom a szót Sanyinak, és hát köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen Tíme előadását, és amíg átkattintom a saját prezentációmat a megosztások közé, addig
azért arról ismételten célszerű mondani valamit. És sikerült azt kivetíteni, amit szerettem volna. Tehát azért arról ne feledkezzünk el, hogy ez egy digitális összeállítás, ugyan majdnem tiszta, új és friss, de mindig találunk benne, akárhányszor belenézünk bármelyik anyagba, olyan, hívjuk elavultnak azokat a linkeket, hivatkozásokat, vagy valamiket, amik az internet folyamatos változása miatt éppen egy kicsit nem működnek, vagy nem úgy működnek, vagy nem azt tartalmazzák, mert mindenki, aki valamikor valahova föltett valamit, csak egy picit változtat rajta, kicseréli a szerverét. És hát beszéljünk persze azokról, hogy kerülnek bele új dolgok is. Az egyik ilyen nagyon új dologról fogok én beszélni, de mielőtt az újdonságra rátérnénk, néhány apró dolgot megismételnék. Az egyik az, hogy ez a tudásbázis önállóan elérhető, kereshető, válogatott anyagokból, szűrhető anyagokból és értékelhető anyagokból áll. Nagy örömmel vennénk, hogyha ezt az értékelést minél többen megtennék. Természetesen az értékelés a fontos, és nem az, hogy hány csillagot ad valaki. Nyilván a tetszésének megfelelő számút fogja kiválasztani, hiszen hogyha olyan anyagot talál, amivel nagyon nem ért egyet, vagy nagyon nem olyannak gondolja, persze reméljük, hogy ilyen kevés van, hiszen azért válogattuk őket, akkor azért kifejezheti ő is a véleményét, és elmondhatja, hogy ez a válogatás most éppen nem nyerte el a tetszését. Ezt megpróbáljuk folyamatosan nyomon követni, és természetesen teszünk azért, hogy minél több, minél jobb értékelést elérő anyag kerüljön oda. Támogató a tudásbázis azért, mert azt próbálja a pedagógusok kezébe adni, már az érdeklődő pedagógusok, érdeklődő alatt értem azt, aki meglátogatja ezt az oldalt, az érdeklődő pedagógusok kezébe adni, ami segíti őket a mindennapi munkájukban. A következő lépés, az pedig a legnagyobb újdonság, linkgyűjteménynek hívjuk, a hozzátartozó képecske ikon viszont módszertani ötletnek sorolta ezt be, azért, mert pedagógusok számtalan, tehát itt azért ezres nagyságrendről van szó, olyan hivatkozást gyűjtöttek össze, és rövid, egy-két mondatos ajánlással láttak el, amelyek meglévő oldalakra hivatkoznak. Ezek a meglévő oldalak néha aprók és picik, kevés dolog van rajtuk, egy-egy dolog van rajtuk, néha nagyok és bonyolultak, néha szükség van hozzájuk minimális idegen nyelvtudásra, néha egy kicsit többre, néha ingyen használhatók, hívjuk ezt térítésmentesnek, mert azért nem teljesen ingyen van, hiszen az internetért is néha fizetni kell, de az is előfordulhat ezen linken szereplő anyagok között, hogy bizony csak kipróbálhatjuk, megnézhetjük, egy rövid ideig használhatjuk térítésmentesen, aztán sajnos elő kell rá fizetni. Ez utóbbi kategória nem biztos, hogy megjelenik a leírásban, mert azt mindannyian tapasztalhatjuk, hogy bizony az interneten a dolgok egy darabig etetnek bennünket, próbálnak bennünket rávenni a használatra, aztán amikor ezt már a készítői úgy gondolják, akkor egyszer csak átváltanak valami előfizetéses vagy díjat követelő megoldássá. Ezt is próbáljuk követni, de azért ez sokkal nehezebb. Az viszont nagy segítség számunkra, hogyha bárki belefut olyasmi ellentmondásba, amit az általunk közzétett tartalom, illetve a valóság mutat, azt megírja nekünk e-mailben, és természetesen utána járunk, javítjuk. A linkgyűjteményeket tantárgyanként, NAD-ban megnevezett tantárgyanként tettük közzé, és ebből az is következik, hogy egy-egy link bizony több helyen előfordul, mert mit az Isten, matematikában is használható, matematika órán is segíti a pedagógus munkáját, illetve esetleg földrajz órán, biológia órán, vagy fizika órán, hogy csak természettudományos tantárgyakat soroljak föl, de egyáltalán nem biztos, hogy ez nem fordulhat elő másút. A legtöbb anyag, amire a hivatkozás történik, platformfüggetlen,
amit egyszerűen fordítsunk úgy, hogy valószínűleg böngészőből szinte mindegyik használható. Előfordulnak persze olyanok is, amiket telepíteni szükséges, vagy bizonyos részüket telepíteni szükséges, de hát ez oda van írva melléjük. Egy csokor a linkgyűjtemények kategóriáiból. Tímea már beszélt azokról az ikonokról, amelyek jellemzik a különféle összeállításokat. Itt is vannak kompetencia területet megjelenítő ikonok, természetesen megvan az, hogy mely évfolyamokra vonatkoznak az ajánlások. Nyilván a nagy sáv mondjuk 4-től 12-ig azt jelenti, hogy van negyedik osztály, negyedik évfolyam számára megfelelő anyag is, és van a 12. évfolyam számára megfelelő anyag is. Ezeket azokban a sávokban rendeztük, amelyek jelen pillanatban a nagy követelményeket is jelenthetik, tehát össze lehet vetni, hogyha valakinek éppen ilyen kedve van. Tehát létezik az angol nyelv oktatására, biológiára, digitális kultúrára, fizikára, kémiára, földrajzra, és természetesen a sor folytatódik, mert a környezetismeret, matematika, német, a természettudomány, mint összetett területre, illetve a történelemre is találunk ilyen megoldásokat. Az, hogyha valamelyik ilyen linkgyűjteménynél több kompetencia terület van felsorolva, akkor természetesen a több területet is érinthet. De hát ezt mindenki, amikor kipróbálja, személyesen kell, hogy megtapasztalja, mert a szó elszáll viszonylag gyorsan. A linkgyűjtemények fölépítése nagyon hasonlít ahhoz, amit Timi az előbb ismertetett egy általános oldalról. Mindegyik esetében van valami ismertető, rövid összefoglaló arról, hogy amit lejjebb a gyűjteményben valaki megtalál, az miként állt elő. Csoportosítva vannak ezek a linkgyűjtemények tantervi tematikai egységek szerint. Ez a tanterv természetesen a hatályos tantervet jelenti. A mostani átmeneti állapotban egyik-másik ilyen csoportosítás jó hosszú, mert a réginek is, meg az újnak is megfelel, és mind a kettő benne van. És azok a tartalmi elemek, amelyek le vannak írva, azok bizony a böngészőben működnek, és más nagyon nem is szükséges hozzá. Ezen a képernyőn azt lehet látni jobb oldalon a bekeletezett tartalom alatt, hogy bizony minden egyes linkgyűjtemény egy tartalomjegyzéket is tartalmaz. Ez a tartalomjegyzék jelen esetben viszonylag rövid, mert a kiválasztott kép az egy rövidet, de lehet ez nagyon hosszú is, hogyha egy sok óra számot, több nagyon sok területet felölelő tantárgyról van szó, mint például a történelem, vagy a matematika, esetleg a magyar nyelv, vagy irodalom. A másik fontos része a linkgyűjteményeknek az a képernyő alján lévő kék színű szöveget is tartalmazó rész, ahol is egy-egy ilyen lista szerkezete látszik. A cím mutatja azt, hogy bizony ez mit szeretne, miben tudja segíteni, milyen tartalomban tudja segíteni a pedagógus munkáját. Mellette az évfolyam megjelölés azt az évfolyam párt adja meg, ahol szintén javasolják a használatát. Természetesen itt lehetnek hosszabb időszakok is. És tartalom típusként jelöljük meg azt, hogy mégis miről van itt szó a link mögött. Látható már ezen az ábrán is, hogy legalább háromféle dolog van, de sokkal többről van szó. És végül az utolsó oszlop arról szól, hogy milyen nyelven működik az adott tartalmi elem. Tömören és röviden ezt próbáltuk meg összeszedni. És ha most ránézek a kérdésekre, akkor megnyugodhatok, mert olyan kimerítőek és részletesek voltunk, hogy mindenki minden kérdésére választ kapott, de ha ez még sincs így, akkor kérnék szépen mindenkit, illetve azokat, akikben valamilyen kérdés van, hogy ezt most tegyék föl. A kérdés feltételre csak a chat ablak, az írásos forma
áll a rendelkezésükre, de azt nagyon szívesen veszük, és meg is válaszoljuk, hogyha erre lehetőségünk van. Már lehetőségünk akkor lesz, hogyha kapunk kérdést. Köszönöm szépen, és nem tudom, hogy Timiben, aki hozzá is tud szólni a kérdéshez, fölmerült-e esetleg valami kiegészítés, vagy kiegészítésre szoruló dolog? Hát én is annyit fűznék hozzá a dologhoz, hogy nyilván akkor fognak a kérdések szerintem felmerülni a most jelenlévőkben, hogyha ellátogatnak erre a felületre, hiszen amikor kipróbálja mindenki, elkezd keresni, böngészni, akkor nyilván lehet, hogy már több tapasztalattal ugye jobban lesznek kérdések, tehát ezeket akár írásban is elküldhetik részünkre ugye a megadott elérhetőségeken, illetve hát még egyszer én arra szeretnék biztatni mindenkit, aki még nem döntött el, hogy résztvevője lesz, vagy pályázója a digitális témahétnek, hogy keressen, ha még nincsen ötlete ezen a gyűjtőfelületen, biztos vagyok benne, hogy fog találni kedvére való anyagot, őt inspiráló tartalmat, úgyhogy tényleg csak erre tudok biztatni mindenkit, és kitartást kívánva természetesen a digitális pedagógia, vagy a digitális munkarend nehézségei okán, ahhoz, hogy minél több élményt szerezzenek a diákjaikkal, és jó projekteket készítsenek, mert ez mind a pedagógusok, mind a diákok számára szerintem különleges tanulási élményt jelentenek. És hogy enyém legyen az utolsó szó, még egyszer megismétlem, hogy az idei digitális témahét pedagógus pályázatban már olyan kategória is megnyílik, amelyik kifejezetten az online megoldásra, tehát a digitális munkarendben jól alkalmazható ötletekre, projektekre fókuszál, és természetesen, hogyha ilyen kategória nyílik, akkor ebben a kategóriában nagyon komoly díjakat lehet majd a végén megnyerni. Persze más kategóriák is vannak, de most ez a fontos.